A napokban várható az idei parlagfű pollen szezon tetőzése. Jelenleg országosan nagyon magas a pollen terhelés, helyenként akár extrém magas is lehet a parlagfű virágporának koncentrációja. A héten a megerősödő szél tovább fokozhatja a pollen terhelést, melyen számottevően az átmeneti záporok sem enyhítenek. Az idei évben a parlagfű virágzását az aszály késleltette, ezért egészen az utolsó augusztusi hétvégéig az allergiások enyhébb tüneteket tapasztalhattak, mint a korábbi években. Augusztus utolsó napjaiban azonban a parlagfű pollen koncentrációja gyors ütemben emelkedett, országosan elérte a nagyon magas szintet. Az elkövetkező két hétben továbbra is erős tünetekre számíthatnak a parlagfű pollenre érzékenyek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ javasolja, hogy az allergiások lehetőség szerint kerüljék a kültéri tevékenységeket, fokozottan ügyeljenek a gyógyszerek szedésére és kövessék nyomon az NNK pollen információs szolgáltatását, amely naponta frissülő térképes előrejelzéssel segíti az allergiásokat és a szakorvosokat. A gyakori hajmosással, a nedves portörléssel, a ruhák kültéren történő szárításával, maszkviseléssel és megfelelő időzített kora reggeli vagy esti órákban szellőztetéssel tovább csökkenthetjük a parlagfűpollen által okozott tüneteket.